Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Megjöttek a családőrzők, azaz kezdődik a családdal foglalkozó műsorunk. A stúdióban köszöntöm vendégeinket, Papp Csilla életvezetési szakértőt, párkapcsolati mediátort. Szia Csilla, szervusztok, szeretettel köszöntök mindenkit. Legalább ekkora szeretettel köszöntöm Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét, egészségfejlesztőt és mozgásterapeutát. Szervusz Csilla, sok szeretettel köszöntelek benneteket. És hogy nagy szeretettel köszöntöm Tornyai Gábor atyát, plébánost, mentálhigiénis szakembert. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ismét együtt a nagy csapat. A témánk pedig pont arról szól, hogy mi az, amikor nincs együtt a család. Azaz a mozaik családról fogunk beszélgetni, kezdve ott, hogy egyedül marad mondjuk az egyik szülő egy-egy gyerekkel, vagy akár két gyerekkel. Én azért gondoltam, hogy itt a nehézségeket azzal érdemes kezdeni, hogyha az a felállás, hogy mondjuk anya fiával marad otthon. Mert azért teljesen más, mint hogyha egy kislánnyal, tehát két nőnemű él együtt, és küzdi meg azokat a dolgokat, amiket anya ismer, mert ő is átment rajta, mint az, amikor például a fiával kell, hogy együtt maradjon. Mi lehet itt a nehézség szerintetek? Ne a saját tapasztalatomat mondjam, mert tudnék mesélni, de... Kezdem én. Tehát a nehézség először is a legelső az, hogy széthullott egy család. Tehát magának a szülőknek, anyának, apának, a gyereknek is azt feldolgozni és felmérni, hogy a mi családunk széthullott, főként, hogyha mondjuk apa egy másik hölgy miatt lépett ki, mert hogy ilyen is van, de itt most nem az apukákat akarom elmarasztalni, emiatt csak mondjuk a példát fokozni. De hogy széthullott a családom. Most az is kérdés, hogy hány éves ez a gyerek, hogy kicsi, mondjuk 10 év alatti, vagy kamasz, vagy hogy egyáltalán milyen korú, de ugye nyilván egy anyukának férfi mintát mutatni egy fiú gyermeknek szinte lehetetlen, mert hogy ugye az anyuka nőből van. Na most a fiúnak kellene a férfi minta, az apai minta, hogy egy családfő szerepben lásson férfit, hogy példája legyen, hogy mondjuk fel tudjon nézni az apjára, és mondjuk azt tudja mondani, hogy az én apám a példaképem. De ugye ebben az esetben, hogyha két hetenként van láthatás, mert ugye az a gyakorlat általában, hogy hétvégékre viszik el az apukák jó esetben, mert ugye olyan is van, hogy nem tartanak rá igényt. Aztán vannak rugalmasabb szülők, ahol megoldják úgy, hogy akár hétköznap is találkozik, vagy elmegy érte óvodába, iskolába, azért ugye nem tudom, hogy milyen korú gyerek, most egy fikcióról beszélek korban, de valószínűleg... az lenne a jó, és az lenne a narratív, hogyha az apuka többször tudna a gyerekével találkozni. Na most ott marad az anyuka, úgymond egyedül egy fiú gyermekkel, tegyük fel, hogy két hetenként van a klasszikus láthatás, és apuka ezzel megelégszik, akkor ez az anyuka nagyon nehéz helyzetben van mindenképpen, tehát egzisztenciálisan is, nyilván a válás során bármennyire intelligensek, akár intellektuálisan, akár érzelmi intelligenciában, akkor is van, mindig van feszültség. Mindig, mire lezajlik az osztozkodás, a gyereken való egyezkedés, kinél lesz, hogy lesz, de a gyereket sokan üzenőfalként használják. Tehát anya is mond valamit apára, apa is mond valamit anyára, aztán ha bejönnek az új párok, ugye ez már egy folyamodvány, még nehezebb. De az az anyuka, aki teljesen egyedül marad, és most képzeljük el azt a klasszikus példát, hogy apuka csak két hetenként látja, Az bizony egy nagyon nehezített helyzet, mert hogy hová forduljon, kitől kérjen segítséget, egyáltalán ha beteg a gyerek, ugye ő marad otthon, van egy munkahelye, hogy oldja meg, egyáltalán mit tanítson a fiának, hogy tanítson neki férfiasságot, férfias attitűdöket, mintázatokat. Tehát, hogy óriási a felelősség, és igen, óriási a nehézség is, de nem lehetetlen misszió. Láttam, Zsuzsin, hogy tele van gondolatokkal. És még érzelmekkel, hogy tele vagyok. És indulatokkal. Sok szempontból érintett vagyok, tehát az indulatok azok ilyenkor generálódnak. A tanítványaim révén, a saját életem révén, egyáltalán. No, azt gondolom, hogy az mindig az, amit elmondtál. Teljesen mindegy egyébként, hogy fiúha vagy lánya marad otthon az anyuka, mert hogy attól még nem lesz több ideje. Attól még az egzisztenciális helyzete nem lesz jobb, attól még egy csomó minden dolog ugyanúgy rajta van. Kétségtelen igaz, hogy kislány legalább volt, még kisfiú ebben az életében nem, tehát valóban ez nehézséget tud okozni. De a legnagyobb bűn, amit ilyenkor el tudnak követni a szülők, és ezt én ahol lehet mindig elmondom, és mindenütt hirdetem. Te ugye azt mondod, hogy hirdetőtáblának használják a gyereket, ettől rosszabb. Vagy üzenőfalnak használják, bocsánat, igen. Ettől rosszabb. Én azt gondolom, hogy a gyereket általában karnak, vagy pajzsnak használják, úri kedvük szerint, meg éppen az aktuális igényeik szerint.
Tehát, ha arról van szó, akkor kardozok vele. Igen, mert a gyereknek arra van szükség. Nem részletezem. Vagy hát a gyerek. És akkor tolom magam előtt, és én szépen be tudok mögé bújni. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon veszélyes terep. Amit én mindig elmondok a válófélben lévő, vagy már elvált szülőknek, és ha tehetem, ha face-to-face tudok velük beszélni, akkor ezt nagyon keményen oda tartom tükörként, hogy jó, ha tudod, hogy a gyereked az kicsi, akár 3-4-5 éves, 8 éves, mindegy. De nem hülye. Magyarul mindent, de mindent tökéletesen rögzít a kis rendszere, és hidd el, ha elmúlt annyi meg annyi, leginkább 30 meg 40, mindent vissza fogsz kapni. Pontosan tudja, hogy hol hazudik magának anya, hol hazudik apának anya, hol hazudik a gyereknek anya. Pontosan tudja, hogy ugyanezt apa tükörbe hogyan csinálja, és ő megtanulja azt az üzemmódot, ahol ő túlélni tud. Na most az nem az az üzemmód, ami az ő egészséges felnőtté válását szolgálná, bármilyen módon is, sehogy. Ugye eleve érzelmi biztonság csak két szülő esetén lehetséges. Nincs alternatíva. Tehát lehetek én akármilyen szeretetteljes, akármilyen egzisztenciális helyzetben, akármilyen segítő hálózattal és rendszerrel a család részéről vagy bárhonnan, de ha nincs jelen a gyerek életében mind a két fél, akkor ott az érzelmi biztonság csorbulni fog. Ott már a felnőtté válás folyamatában ez nagyon komolyan bele fog szólni. Hogyha még elkövetnek ilyen nagyúri huncutságokat is, hogy a gyerekkel kardoznak, akkor biztos lehetsz benne, kedves szülő, ha ezt megmered tenni, hogy utána a gyereked 20, 30, 40, 50 évig azért fog dolgozni, hogy mindazt leküzdje, amit te rápakoltál. A legszörnyűbb dolog, amikor azt mondja egy anya a gyerekének, hogy ha mész apá, ezt nem mondd el apádnak, mert, és azt meg nem mondd el anyádnak, mert, és innentől kezdve a gyerek vállán ólom súlyok vannak. Nézd meg a gerincét, látni fogod rajta. Biztos vagyok benne, hogy látni fogod rajta. Tehát nem lehet büntelenül visszaélni ezekkel a helyzetekkel. Valóban a szülőség óriási felelősség és hatalmas nagy lehetőség. És a gyerek vissza fog rám tükrözni mindent. Mindent. Nincs olyan, hogy a szülők végül ne azt kapja a gyerekétől, amit megérdemelt. Nagyon megküzdenek a szülők mindazért, amit a gyerektől kapnak. Nevelésben, elhanyagolásban, bármiben, mindig azt fogja visszatükrözni a gyerek, amit beleraktunk. Nincs más. Egyébként most, bocsánat, eszembe jutott egy család, ahol 20 éves a legidősebb lány, és az anyuka hívott tegnap, hogy nagyon nagy baj van, mert hogy a 20 éves lány nem tudott leérettségizni májusban, mert hogy egy tantárgyból elkaszálódott. Már akkor nem értették, hogy mi történt, és kérdezgettek, hogy mit rontottak el, ugye hasonló dolgok, amikről most beszéltél. És most kiderült, hogy néhány hónapja lett ennek a lánynak egy párja, és hát megesett a lány. És most az egész család ebben van, hogy Atya Isten, most mi lesz? Most hogy lesz? Hát ez már egy következő kérdés. Igen, de hogy ilyen súlyos esetek között, csak azért a Zsuzsit akartam megerősíteni, hogy egészen súlyos tevékenységig fajulhat, mert a gyerek bármilyen módon megpróbálja azt visszaadni, miről beszéltél. Gábor atya is kész a gondolatokkal, látom, még annyit hagy fűzzek hozzá, hogy ez odáig tud menni, hogy képzeljetek el egy családot, ahol a válás után a 2 éves kisfiú marad az anyával, ugye a bíróság szerint hétvégén, két hetente hétvégére elviheti apuka a gyereket, az apuka elviszi a saját szüleihez, a gyerek 2-3 napig azt hallgatja ott már 2 évesen, hogy milyen rossz a te anyukád, majd visszaérkezik az anyukájához, és rúgdossa, és dobálja, és nem akar ott maradni. Ott mekkorát sérül egy 2 éves kis tündebogyó, hihetetlen. Bocsánat, Gábor atya. Én gondolkodtam, hogy tudok-e bármit is hozzátenni ahhoz, amit itt Zsuzsi vagy Csilla mondott, mert hogy bennem is ezek fogalmazódtak meg, amennyire így találkozok ilyen helyzetekkel, ugye látva mondjuk most elsősorban, hogy az anyukákat hozzuk példaként, mert ugye ritkább azt hiszem az, hogy apuka mellett maradnak egy válás után a gyerekek, persze ez igen, is előfordul. Igen, de arról is beszélünk majd. De hogy azt látom, hogy az ilyen egyedül maradt anyukák hogyan küszködnek azért, hogy mondja megint itt ez a fiús téma, hogy a fiából férfit neveljen, és akkor ezt hogyan kell csinálni. És akkor hogy keresi, és akkor próbálja a saját elgondolása szerint
ti férfivá nevelni a fiút, aki mondjuk adott esetben egy idő után elkezd kamaszodni, és akkor kijönnek belőle a fiús dolgok, egy nőnek ezt egy picit találhat, hogy nehezebb elfogadni, vagy másképpen próbál elfogadni. És a másik, amit nehézségnek látok, megint ez a kettősség, hogy egyszerre kell szigorúnak lenni, a következő pillanatban meg át kell ölelni, és akkor most a gyerek is, hogy most akkor anya rám kiabál, és rendre teremt engem, és nem tudom, nagyon-nagyon határozott, és egyébként a következő pillanatban meg átölen és átkarolhatna, ami esetleg, ha két szülő van, akkor ez normál esetben működik. De egyébként kicsit ilyen ironikus módon megfordult a fejembe, hogy ez egy, amennyire így belelátok normálisan működő családokba, azért ott is inkább úgy van, hogy az anya az, aki a domináns, és akkor ő az, aki az egész családot irányítja, még apát is időnként. És hogy nagyon kevés olyan családdal találkozom, ahol ez az ideális, én vagyok a férfi, és akkor én vagyok az erős és az irányító, és akkor mellettem van a gyenge anya, aki, vagy a nő, aki ezt a nőiességét meg tudja élni. Mondjuk ezt is így meghallom, amikor így a házassági krízisekről vagy nehézségekről beszélgetünk, hogy van még egy gyerekem, meg én nem érzem magam rendesen ülnek, ez persze egy másik téma tud lenni. De hogy azt gondolom, hogy az a szerep, amit sok esetben a nők valamilyen formában a ma világában kénytelenek magukra menni, vagy magukra vettek, az majdnem, és ez lehet, hogy így furán hangzik, hogy most egyedül vagy nem egyedül neveli a gyereket, de gyakorlatilag majdnem csak ugyanabban a szerepben van benne. Igen. Én ezt látom, mert az a kép, amit mondhatok, teljesen igaz, és teljesen egyetértek, csak ez nekem egy picit, tehát hogy tök jó lenne, hogyha ilyen családok lennének. Uh-huh. Hogy az mind a két szülő a maga szerepében van benne, hogy férfiként, nőként hozza a gyereknek az apa mintát, a férfi mintát, a női mintát, hogy akkor hogyan kell apának viszonyulni anyához, tehát hogy sok családban ez így nehézség. Egyébként válás után is ez látszik, hogyha anyánál marad a gyerek nagyon sok helyen, mert hogy anya kénytelen ugye nevelni, meg azt mondani, hogy most leülsz és tanulsz, és Csilla, ebben szerintem nincs változás. Ebben szerintem nincs változás. Most, ha együtt éltem a férjemmel, és neveltük a gyerekeinket, akkor is a nőként az én dolgom volt általában a gyerekeknek a gondozása, a rendezése, az iskolai dolgaik, ha nem tudom én. Ebben semmi változás nincs, hogy most három személye többre főzök vacsorát, vagy nem. Én ezt nem gondolnám. Tehát amikor elválik a szülő, akkor ő a saját szerepét tudja csak betölteni. Nincs olyan, hogy egy anya az apa szerepét be tudja bármilyen módon tölteni, vagy fordítva. Tehát ott a hiány marad a gyerekben. Viszont tehát apa, aki elviszi, ő csak moziba viszi, csak a McDonald'sba viszi, ilyesmi, és nem, akkor már, ha nem él otthon, neki nem marad semmi abból, hogy most gond volt, vagy valamit meg kell oldani. Csak az adok. Ez a legszörnyűbb. Ez ugye a partnerségen múlik, hogy ők mennyire partnerek együtt. Igen. Így van. Tehát, hogyha felelős szülő, akkor neki igenis tudnia kell, hogy abban az időszakban is mi történt, amikor nem volt vele a gyerek, és nem csak a gyereket kérdezem meg, hanem a gyerek miatt az anyjával is, vagy az apjával is kapcsolatban vagyok, és a partneri viszonyt azt ápolni kell. Igen. De most, hogyha mind a ketten szeretjük a gyerekünket, és nekünk nagyon fontos az ő jól léte, akkor hogy tudom én ezt máshogy csinálni? Hát csak így. Egyébként, amit még bocsánat, hát, hibának. Ha nem önző a szülő. Ha nem önző a szülő, és ez itt a dolog. Ez tehát a... mondjuk ki, hogy az a szülő, akinek elég fontos a gyereke, az bizony az önérzetét kicsit hátra tudja tenni. És azt mondja, hogy lehet, hogy a feleségemmel nem tudtam már tovább együtt élni, mert, vagy a férjemmel, mert, mindegy. De a gyerekünk a gyerekünk. És ez egy életre szóló program, bocs, nem csereszabatos. Hát és nem csak a nyaralásból áll. Így van. Tehát ennek a felelősségét mind a két félnek viselni kell, és hát ilyenkor szoktam azt mondani, hogy döntsük el, hogy kinek vállalunk gyereket. Egy apukának azt gondolom, hogy ennyiben nehezebb a szerepe, mondjuk, ha egy vasárnapi apukáról beszélsz, mondja, ezt hoztad föl példaként, hogy apával elmennek ide-oda moziba, nem tudom mit csinálni, hogy ő ugye nincs ott ténylegesen mondjuk a gyerek nevelésében, és azt mondod, hogy mintaként, hogy két hetente találkozik a gyerekével, akkor gyakorlatilag neki nincs esélye se arra, hogy valami nevelési mintát adjon, mert a gyerek utána hazamegy. Tehát lehet, hogy próbálkozhat. Egy nagyon kedves családtól hallottam, ez tök rendben van a család, sok gyerek, minden, de amikor a gyerekek kicsik voltak, akkor az anyukával beszélgettünk erről, és egy kicsit így mosolyogva mondta, hogy
Végül is, amikor a férjem hazajön munkából, és elkezdi este nevelni a gyerekeket, hagyom őket, úgyis én vagyok velük egész nap. Uh-huh. Tehát, hogy abban azt mondja, hogy ez az egy órában hadd nevelje a gyerekeket, úgyse tud megcsinálni, velük próbálkozom, úgyis én vagyok velük egész nap. De az se baj, mert a figyelmét a gyerekeire fordítja abban az egy órában. Igen, tehát igen, igen, és jelen van a család. És jelen van. És ugye, amit mondtál, ezek a, hogy nem jut apukának a gondokból, hanem úgymond csak az élvezetekből, vagy a gyerek szórakoztatásából, ami a másik nagy hiba az apukák részéről, hogy átmennek haverba. De ez baj egyébként? Bizony. Baj, mert ő az apja. Tehát lehet tud az apja lenni, úgyhogy nincs ott vele? Hát legyen ott vele. Pont nem tud ott lenni vele, mert két hetente találkozik a gyerekével. Igen, de legyen ott, tehát teremtsen arra a felületet, időt, energiát, hogy többet. Tehát nem muszáj betartani ám azt a két hetenkénti X napot. Én csak azért hoztam, hogy ti hoztátok példaként, hogy ez az átlagos, vagy igen, és ma már egyébként egyre többet vannak hetes váltásban a gyerekek. Így van, mondjuk tehát akkor egy hétig apánál van, egy hétig anyával. Nem mondom, hogy ez jobb, mint az előző variáció. Nem mondom. Hát a gyerek azt, mint egy pingpong labda. Nagyon gyorsan megtanulja. Én azt látom a gyerekeken, ahol ilyen hetes váltásban vannak, olyan rugalmasak lesznek, hogy na még. Tehát ők tökéletesen tudják az anya üzemmódot, az apa üzemmódot, itt is van ágyam, ott is van ágyam, itt is van ruhám, ott is van ruhám, csak az iskolatáskámat, vagy nem tudom, amit kell, azt viszek. És megoldják ezek a szülők, közösen fogják megoldani a gyereknek a külön órára járását, a nem tudom én micsodát, mert ott egymásra vannak utalva, mert amikor nálam van a gyerek, abban az egy hétben is történhet bármi, na, másiknak tudni kell róla, mert a jövő héten az övé lesz. Tehát érted? A folytonosság jobban megvan ilyen szempontból. És a folyamatos kontaktálás, hogy a szülők kontaktálnak, tehát együtt vannak, annak ellenére, hogy fizikailag, földrajzilag nem együtt. Pontosan ez lett volna a következő téma, de itt is bekeverhetjük, hogy akkor, amikor két hetente látja a másik fél a gyerekedet, most ugye úgy beszéltük, hogy anyánál van a gyerek és apa látja, hogy döntéseket kell hozni minden nap a gyerekkel kapcsolatban, hogy ilyenkor a döntéseket tudják-e együtt hozni azok a szülők, akik nem élnek együtt, egyáltalán van-e értelme együtt hozni, hogy ki mennyire szólhat abba bele, hogy most itt merre ugorjon a mérleg. Ez már jogi dolog. Tehát ha annak idején a gyerekelhelyezési pernél úgy, vagy a gyerekelhelyezésnél úgy hozta a bíróság, vagy a közös döntés, vagy bármi, hogy két hetente apuka, akkor anyuka a felügyeleti joggal rendelkezik, és ő fog döntéseket hozni a gyereke érdekében. Még de lehet apuka közös nem is felügyeleti fogadja? Jog is, tehát közös hát, felügyeleti persze, jog is lehet. Lehet, közös, is igen, igen, igen. Akkor viszont tájékoztatni kell egymást. Tehát pont ez a lényeg, amiről az előbb beszéltem. A gyerekek, tudni kell azt, hogy a gyerek az egy életre szóló program. Ha én vállalok felelősséget egy életért, és ide hívom a földre, és vállalom, hogy én leszek a szülője, akármilyen nemű vagyok, és akár fiú, akár lány, apja leszek, anyja leszek, amíg én élek. Ez a feladat addig tart. És mindegy, hogy hány éves a gyerek, és teljesen mindegy, hogy mit hoz a jövő, és milyen életkörülmények vannak. Ezt nem lehet letenni, mint az elfáradt cipőt, hogy most már nyomja a sarkam. Tehát ilyen nincs. Ezt úgy vállaltam, és úgy vállaljam, hogy vállalom. Ha meg erre képtelen vagyok, akkor ne vállaljam. De az a baj, hogy nem mérik fel. Egyébként belefér, még mondhatok egy szép történetet? Hogy ne, nyugodtan. Egy 90 éves bácsit megállít a rendőr gyorshajtásért, és behívják a bíróságra, mert hogy nem fizette be a büntetést. Megbüntették, és nem fizette be, és behívják a bíróságra. És megkérdezi a bíró a bácsit, hogy hát hogy hajthatott ilyen gyorsan, hiszen már hát ez Amerikában történt, tehát hogy ott még vezetnek ennyi idősen. És elmondja a bácsi, hogy ő a fiát viszi kemoterápiára, mert hogy a fia beteg, és sietniük kellett, hogy el ne késsenek. És megkérdezte a bíró, hogy hány éves a fia, és mondta, hogy 63. Az élethosszig tartó vállalás. Tehát, hogy ez az igazi szépség, ez az igazi felelősség, és ennek sosincs vége, és nem addig tart a gyerek, amíg mi házasok vagyunk. Amikor mi elváltunk, mert nem tudtuk megoldani a köztünk feszülő konfliktust vagy ellentéteket, akkor ugyanúgy a gyerekkel marad az a kisgyerek, akit annó közösen vállaltunk, a közös szövetségünkbe. És hogyha ennek mentén haladunk, és félretesszük az egymás iránt érzett indulatokat, érzéseket, ami mondjuk nem pozitív, akkor előtérbe tudjuk helyezni a gyerek érdekeit, és azt nézni, hogy partnerségben mi az ő legegészségesebb, legjobb felnövekedését támogassuk. Itt jön be számomra az a kérdés, ami igazából felnőtt. Most a témánk, ugye ez a mozaik család, hogy igen. Akkor most ki mennyire, hogyan tart, kivel, hogyan tart kapcsolatot, és akkor hogyan, ki hogyan nevelje a gyereket. Tehát ez már azt hiszem egy külön
külön misét megér, hogy egy klasszikus legyen. Fogunk róla misézni, Gábor atya. De most még maradva ennél a témánál, egy másik, amit ilyenkor lehet tapasztalni, hogy a szülők, és mit már becsatlakoznak a nagyszülők is egyik oldalról, másikról, elkezdenek harcolni a gyerek kegyeiért, és elfelejtik közben, hogy ezért egy gyereket valamelyest nevelni kell, valami más szükséglete is van, és elkezdenek vásárlással versenyezni, programokkal versenyezni, és hogy ez meddig, mert mindig ezt mondogatják, hogy na majd 14 éves lesz, aztán már többet nem megy oda hozzád, mert úgyis velem lesz, borzasztó. És a gyerek itt megint úgy érzem, hogy elveszik ebben a helyzetben a gyerek. Ez egy klasszikus önző cselekvés. Tehát, hogy itt igazából rólam van szó, és nem megint, a gyerekről. Így van, megint tehát, hogyha én adok ajándékot a gyereknek, és akkor azt láttam, hogy ő nagyon is azt mondja, hogy úgy szeretlek nagymama, meg úgy szeretlek nagy, te vagy legszebb és a legjobb. Hát akkor persze, hogy azt csinálom, hogy nekem legyen jó, mert akkor azt kapom meg attól a gyerektől is. Az a kérdés, hogy ez vajon tényleg róla szól-e, neki teszem a jót, vagy pedig saját magamnak miatta. Egyszer egy felnőtt hittanom volt egy előtt beszélgetésünk, azt hiszem, hogy érthető lesz majd, hogy ezt így elmondom, hogy arról vitatkoztunk, hogy mi az igazi szeretet, hogy amikor én úgy szeretem a másikat, hogy adok neki, úgy, hogy nem várok el tőle semmit, vagy azért úgy szeretem a másikat, hogy kapjak vissza tőle valamit. És akkor ez volt a nagy vita, hogy de hát ez természetes, hogy akkor ad vissza nekem valamit. Hát milyen dolog az, hogy én adok neki valami szeretetet, boldogságot, örömet, nem tudom mi, és ő nem szeret viszont engem. És akkor én ezen küzdöttem, hogy szerintem az igazi szeretet arról szól, hogy nem azért szeretem a másikat, mert hogy mit tud nekem adni. Ha ad nekem valamit nagyon jó, és attól boldog vagyok, és akkor kerek az életem, de ha nem ad, akkor legyen erre szabad. Mert hogy egyébként tulajdonképpen, ha azért szeretem a másikat, hogy engem viszont szeressen, akkor tulajdonképpen magamat szeretem. És amikor az unokámat, vagy a nem tudom, a gyerekemet egyik oldal, másik oldal, azért szeretem őt, vagy azért teszek neki jót, hogy ő aztán majd örüljön neki, akkor tulajdonképpen rólam van szó. De ha azért adok, mert úgy egyébként is adni akarok, meg örülök annak, hogy örül, vagy az, hogy neki legyen öröme, lehet, hogy így pontosabb, és hogyha most ennek ezt megköszönöm, nem köszönöm, ezt teljesen rábízom, jó, persze gyereknél ilyen közel nem hallottam, így kell ilyenkor mondani, ilyenkor szok ugye így elhangzani, de hogy nem azért teszek bármit is, hogy az ő majd viszonozza nekem, hogy ad érte nekem valamit, akkor azt gondolom, hogy az egy őszintébb szeretet tud lenni, meg az, hogy neki mi a jó, hogy tényleg örül-e annak, amit adok, mert főleg egy olyan családban, ahol mondjuk egy gyerek van, és ott elváltak a szülők, és mindenki elhalmozza, egyébként is van egy ilyen veszély, hogy onnantól kezdve már elfelejt örülni is annak, hogy ő megajándékozott. Értékítéletét veszítél, ami a jövőben súlyos lehet. Igen. Szóval szerintem ez a kérdés, hogy amikor, ez akár felnőtt szinten is kérdés tud lenni, de mondjuk egy felnőtt gyerek viszonyban is ugyanúgy kérdés tud lenni, hogy amikor jót teszek vele, amikor adok neki, akkor tulajdonképpen kinek adom, vagy kivel teszem. Másfél percünk van, úgyhogy nyugodtan köhög ki magad, Zsuzsi, semmi baj. Én azt hiszem, hogy ebben a másfél percben akkor talán összefoglalva azt mondom, hogy folytatnunk kell ezt a témát, hiszen nem jutottunk a végére, úgyhogy egy hét múlva újra jelentkezünk a műsorral, a családőrzőkkel, tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra!